Ezek a napszemüvegek nem csak jól néznek ki, valódi funkciójuknak is megfelelnek, hiszen a napszemüveg elsősorban az ember egészségét védő eszköz, és nem divat hóbort. Fontos, hogy megóvja a szemet a nap ultraibolya sugárzásától. Érdemes optikai szaküzletben vásárolni napszemüveget, mert az optikai szaküzletekben lévő napszemüvegek azok az európai szabványnak megfelelő lencsével is kerettel vannak ellátva, tehát akkor biztosak lehetünk benne, hogy megfelelő UV védelemmel vannak ellátva. Azok számára, vagy azok részére, akiknek valamilyen látáskorrekcióra van szükség, tehát dioptriás szemegre van szükség, ők is viselhetnek már dioptriás kivitelű napszemeget. Ennek egyik módja, ha előtét lencsét használunk a sima szemüveghez. Ez egy olyan speckó modell, amihez mindjárt két előtét is van. Tehát van hozzá egy napszemeg előtét, és van hozzá egy éjszakai látássegítő előtét. Így a viselőjének egyetlen szemüvegre van csak szüksége, az azonban teljes értékű. A sportoláshoz is érdemes napszemüveget viselni, amit egy neoprénpánttal lehet rögzíteni, hogy biztosan a helyén is maradjon mozgás közben. A szemüveget felteszem a fejemre, és beállítom, akkor ugye értelmesen nem esik le a szemüveg a fejemről. A neoprén az egy viszonylag kényelmesebb anyag, tehát jó, hát a fülünket arrébb állítja, de legalább nem esik le. Tehát a szemüveg az fixen marad. Illetve ami még előnye a neoprénpánnak, hogyha beesik a vízbe a szemüveg, akkor ez egy picit fenntartja. Tehát nem azonnal van az, hogy zuty, ha mégis nincs rajtunk, illetve tudom használni a szemüveget úgy is, amit lehet látni ilyen tengerészfilmekben, hogy én nagyon lazán csak a nyakba akasztja az ember, amikor éppen nem kell a napszemüveg, és akkor nem ide teszem, hanem itt a nyakamban van, amikor meg kell, akkor meg egyszerűen csak felteszem és használom. Érdemes is használni, de csak a megfelelő minőségűt. A nagy mennyiségű UV-sugárzás hosszabb távú hatásai ugyanis csak lassan és fájdalommentesen jelennek meg. A szürke hályog egyre gyakrabban és egyre fiatalabb korban jelentkezik, ez pedig visszavezethető a megnövekedett UV-sugárzásra. Azok a lencsék, amelyek nem megfelelő UV-védelemmel rendelkeznek, de le vannak sötétítve, azok azért károsak, mert a szemünknek van egy természetes védelmi reflexiója, amikor összeszükül a pupillánk, amikor erős fény ér. Ez pont azért van, hogy ne menjen be a káros fénysugár a szemünkhöz. Na most, hogyha oda teszünk elé egy sötét lencsét, aminek nincs UV-szűrő hatása, akkor a pupilla át lesz verve, és nem szűkül össze, tehát nem fejtik ki a védelmi funkciát, hanem tág marad, ezáltal sokkal több káros UV-sugárzás érheti a szemünket. Az ilyen napszemüvegek viselése erős napfényben már 10-15 perc alatt égő, fájdalmas érzést és szemgyulladást válthat ki. A szemegészségére a vitamindús gyümölcsök, zöldségek fogyasztása is jó hatással van. A vitaminok közül főként az A-t és E-t tekintjük szemvédőnek, míg az idegvédő B-vitamin a szemidegeket erősíti.